Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Hármas megállapodás született itt Székesfehérváron, a város, az Óbudai Egyetem és az Alba Prosperis Kutatóközpont között. De hogy mi is az együttműködés célja, az a következő percekben kiderül. Fenntarthatóság, a technikai fejlődés nyomon követése, Smart City, azaz okosváros fejlesztések. Többek között ezek lesznek annak a közös munkának a színterei, ami hivatalosan a megállapodások aláírásával kezdődött a város, az Óbudai Egyetem és a Prosperis Alba Kutatóközpont között. Elkezdtünk egy komoly kutatást az ipar 4.0 tekintetében. Megkerestük a város legnagyobb, legmeghatározóbb cégeit. Van, amelyiket személyes megkereséssel, van, amelyiket csoportos, fókuszcsoportos interjúkkal, és őket próbáljuk összekötni például az egyetemekkel. A mostani megállapodás is erről szól, hogy összefogjuk egy kicsit a városban létező felsőoktatási intézményeket, kicsit koordináljuk a náluk lévő tudást, és ezt visszacsatoljuk az ipar fele, ami ugye a város létezését jelenti. Ez a megállapodás, ez a gyakorlatban miként fog kinézni ez a közös munka? Ez a közös munka nem precedens nélküli, tavasszal kötöttünk egy ilyet a Corvinusszal. Először is a legnehezebb a jó kérdéseket föltenni. Tehát először is meg kell határozni azt, amit meg szeretnénk tudni. Ugye lehet mondani az okosvárosa, a smart society-t, ezek mind olyan bűvös fogalmak, amit nehéz tartalommal megtölteni, vagy legalábbis ahány szakember van, annyiféleképpen tudja. És pont ezért szeretnénk összecsatolni az ipar 4.0-ás kutatásunkkal, hogy mi a valóság, mi az, ami a cégek szükséglete ma, és miben tudunk segíteni, kihasználva ezzel az egyetemek közötti együttműködést, bennük lévő tudást, és ezt összehangolni. És miként lesz ettől szebb és jobb a város? Hát mi nagyon bízunk abban, hogy először is, hogy az lesz. A módja pedig ennek az, legalábbis a mi elképzelésünk szerint, hogy ennek amit az előbb elmondtam, ennek a társadalmi hatásait vizsgáljuk, tehát hogyan hat vissza a város közösségére, hogyan létezik ez a város közösségként, és hogyan befolyásolja az ő nem is hosszú távú 4-5-10 éves időtartamban ennek a közösségnek az életét. Ez azért hasznos a város szempontjából, mert az egyetemek széles kapcsolathálózata, valamint a legmodernebb technológiák, trendek lekövetésének lehetősége beépíthető a város működésbe. Egy felsőoktatási intézmény számára nagyon fontos, hogy nem csak a céges partnereit szolgálja ki, jelen esetben műszaki felsőoktatási intézményként ipari környezetet, hanem azt a környezetet is, amiben egyébként az ipar betagolódik, jelen esetben a várost. A városi társadalom egy digitalizált világban él, nagyon gyorsan változnak a digitalizációs trendek, ipar 4.0-ról, 5.0-ról, mesterséges intelligenciáról, big data alkalmazásokról és stb. Lehet sorolni, hogy mi minden hallhat ma egy polgár. Viszont az, hogy milyen jellegű lehetőségek lesznek és merre felé orientálódik a társadalom, és ebből mit adaptál saját maga tekintetében, az viszont mindig egy nagyon komoly elköteleződés, és az viszont bármennyire is gyorsan változik az ipar, azt értelemszerűen meg is kell tudni valósítani, és ilyen szempontból az együttműködésnek a kiinduló pontja talán egy olyan fajta jövőkutatás, amiben azokat a lehetőségeket próbáljuk kiaktázni, és a mi oldalunkról egyetemi szempontból megvalósítani az önkormányzat igényei és a társadalom által felvetett és önkormányzat által prezentált igények tekintetében, amelyekkel egy élhetőbb környezetet tudunk megvalósítani. Legegyszerűbb példával élve, nagyon sokat hallunk a smart megoldásokról, az okos applikációkról, okos lehetőségekről, mindannyian okosak vagyunk ma már, csak éppenséggel azokat a lehetőségeket, amiket egyébként ezek az informatikai megoldások jelentenek, azok számunkra mindig is egy kihívást prezentálnak, hogy hogyan is tudjuk ezeket a mindennapban megvalósítani. És ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tömegközlekedésről beszélgetünk, hogy ma már sok esetben nem mondjuk úgy, hogy nyomtatott jegyeken keresztül perforáljuk az utazást, hanem már konkrétan okos alkalmazásokon keresztül érintjük, és gyakorlatilag azonnal detektáljuk, hogy hol szálltunk le,
mit csináltunk éppen, mennyit utaztunk, az mennyibe kerül. Ezek mind-mind olyan informatikai megoldásokat jelenthetnek, amelyekből élhetőbb lehet egy városi környezet, és persze, hogyha élhetőbb egy városi környezet, akkor alapvetően a kiinduló pont az, hogy mely felé orientálódjon az a környezet, mi legyen a következő lépésre. Mi az egyetem, Óbuda Egyetem részéről azokat a műszaki megoldásokat és megvalósításokat prezentáljuk, illetve biztosítjuk, és célunk biztosítani az önkormányzat, illetve a város felé, amely ezáltal valóban digitalizálódhat, egy élhetőbb és egy jobb társadalmat tud eredményezni. Miként fog kinézni a gyakorlatban az a kutatás, és kik fognak tulajdonképpen részt venni benne? Ezt alapvetően a kutatási elképzeléseket, hogy azt fogalmaztam is, az város az, aki megfogalmazza. Pontosabban az önkormányzat az, aki egyébként, és hát a cég ilyen szempontból, aki feltérképezi. Amint a feltérképezés megtörtént, onnantól kezdve az egyetem képviselői és a cégnek a képviselői leülnek, megvitatják azokat a lehetőségeket, amikben egyébként elő lehet indulni, és innentől kezdve ezeket a mondjuk úgy, hogy pilot elképzeléseket az egyetem létre tudja hozni. Annál is inkább, mert egyébként bármilyen jellegű, mondjuk úgy, hogy smart alkalmazásról beszélgetünk, ez rengeteg adatot is generál. Itt nem csak arról beszélgetünk, hogy egy műszaki alkalmazást hozunk létre, hanem utána azokat az adatokat ki is kell tudni elemezni, és azokból olyan trendeket előrevetíteni, amitől valóban bizonyíthatóan jobb lehet a társadalom számára egy adott alkalmazás. Ezeket az adatokat viszont egyértelműen természetesen az önkormányzatnak kell, hogy birtokolja, illetve a városnak kell, hogy birtokolja, nem csak a személyiségi jogokon keresztül, hanem alapvetően azokon az adatokon át is, amelyek azért folyamatosan frissülnek, tehát magyarán az infrastruktúrának itt kell helyben rendelkezésre állnia, és innentől kezdve a műszaki megoldást kell tudja biztosítani az egyetemnek. Tehát ilyen szempontból a város mindig a kiinduló pont, ők mondják meg, hogy milyen jellegű lehetőségre van igény, és ezt pedig az egyetem valósítja meg. És ugye az a cél, hogy hát mindenkinél egy lépéssel előrébb járjunk majd, és hogy kifejezetten Székesfehérvár igényeit elégítsék ki majd ezek a fejlesztések, hogy úgy mondjam. Hogyan lehet ennyire előre látni egyébként? Hogyan lehet így a jövőn gondolkodni most a jelenben? Hát a műszaki trendeket, azokat ugyanúgy a fejlődés, illetve a különböző műszaki szereplők azok, akik biztosítják. Ezek általában kutatásorientált és innovációorientált elképzelések. Ezekhez kell egy olyan partner, ez esetben az egyetem, akik egyébként a kutatás szempontjából élen járnak, pontosan látják, hogy milyen jellegű világtrendek azok, amik mozgatják ma a kutatásnak a rugóit, és a tekintetben próbálunk adaptálni ötleteket, amelyek egyébként félhetőleg sok esetben csak később jelentkeznek. Hogy nagyon egyszerű példával éljek, ma már valószínűleg mindenki hallott a mesterséges intelligenciáról. A mesterséges intelligenciának a kiinduló pontja az valahol a 80-as évek elejére, sőt egyébként még valamivel előrébb is datálható. A matematikai és a kutatási alapokat már akkor megteremtették, csak még senki sem gondolta arra, hogy ja, ezt szélesebb körben meg lehetne valósítani, és kvázi most ért be az az elképzelés, hogy mindenki mesterséges intelligenciáról, okostelefonokról, önvezető autókról beszél, pedig egyébként ezeknek a kutatási rugói ilyen szempontból Magyarországon is rendelkezésre álltak. Tehát, hogyha az egyetem az a kutatási lehetőségeket biztosítja, illetve pontosan tudja biztosítani a város számára, akkor igenis valós lehetőség az, hogy jövő kutatást végezzünk, ami nem egyfajta, belenézünk egy mágikus gömbbe, és akkor pontosan látjuk, hogy mi történik, vagy tenyérből jósolunk. Nem, ez most nem ezt a konkrét esetet jelenti, hanem alapvetően azt, hogy tudjuk, hogy milyen műszaki trendek azok, amelyek egyébként fejlődnek a világban, és ilyen tekintetben minél gyorsabban próbáljuk ezeket adaptálni a helyi igényeknek megfelelően, és innentől kezdve valóban akkor élen tudunk maradni, és élen tudunk járni. Közlekedés, fenntarthatóság, iparfejlődés. Többek között ezek azok a területek, melyekben hasznosítani lehet a szerzett információkat.
Amikor elindítottuk a Prosperis Alba Kutatóintézetet, akkor azzal a célra tettük ezt, hogy próbáljunk egy kicsit a jövőbe látni a város jövőbeli fejlődését megalapozó döntéseknél már olyan szempontokat is figyelembe venni, amelyekhez viszont tudás szükséges, viszont szükséges ez azért, hogy megalapozott döntésekkel valóban a város jövőjét, sikeres jövőjét tudjuk építeni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy azért számos területén ez a város valóban erős és sikeres, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet magasabb szintre helyezni nagyon sok mindent a város életében, illetve hogy nem látjuk azt a kívást, hogy ma kell jó döntéseket hozni ahhoz, hogy 10-20-30-50 év múlva is egy sikeres erős város legyen Székesfehérvár. Úgy gondoltuk, hogy ehhez kutatótevékenység is kell, és ehhez a kutatótevékenységhez pedig partnerek kellenek, és ebben nyilvánvalóan kimagasló, kiemelkedő szerepe van az itteni felsőoktatásnak. Azon belül pedig az Óbudai Egyetemnek, annak itteni Albarégia műszaki karának. Nagyon régi az együttműködés, de most ezt egy kicsit más szintre is helyeztük. Szeretnénk olyan kutatásokat megrendelni az egyetemtől, amin keresztül hozzájuthatunk jó példákhoz Európából vagy a világ más részéből, és megkaphatjuk, megszerezhetjük azt a tudást, amivel egy egyetem és az egyetem oktatói, kutatói gárdája rendelkezik. És akkor ezeket ugye be lehet majd építeni a későbbiekben a városfejlesztésben. Mely területeket érinthetik egyébként majd ezek az ötletek, kutatások, adatok? Nyilván, hogyha az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karáról beszélünk, akkor alapvetően műszaki tematikájú kérdéskörök jöhetnek szóba, de ennek azt gondolom viszont elég széles spektruma, mondjuk egy közlekedési kérdéskör, hiszen az Óbudai Egyetemnek van ezzel foglalkozó kara, és van egy komoly szaktudás, hogy ez miért szükséges, hogy mik a kihívásaink a közlekedésben, legyen az a személyi gépkocsik számának alakulása, legyen az adott esetben új technológiák bevezetése, közösségi közlekedés vagy a kerékpáros közlekedés összehangolása, akkor látjuk, hogy bizony erre a tudásra a városnak mindenképpen szüksége van, de hát ott vannak azok a műszaki területek, amelyek pedig abban az iparban jelennek meg nap mint nap, amiből akár ezt a tevékenységet is mi támogatni és finanszírozni tudjuk. Magyarul, ami miatt ma erős Fehérvár gazdasága, mit kell tennünk annak érdekében, hogy 10-20-30 év múlva is erős legyen, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy megértsük, hogy az automatizálás, a robotikának a gyors ütemű elterjedése, az ipar 4.0, az mit is jelent a város életében, a gazdaság és a társadalom vonatkozásában egyaránt. Vannak-e még tervek arra vonatkozóan, hogy más szereplőket is bevonjon a város, esetleg egy ilyen együttműködés szintjén? Igen, vannak. Részben ugye az aláírt megállapodások alapján az Óbudai Egyetemmel, illetve a Corvinus Egyetemmel azt is szeretnénk elérni, hogy külföldi nemzetközi tudásközpontokhoz is hozzá tudjunk férni. Tehát olyan nemzetközi tudást, információt, adatokat, kutatási eredményeket is megismerhessünk és alkalmazhassunk, amelyek azokon a partneri viszonyrendszereken keresztül elérhetők, amivel ezek az egyetemek rendelkeznek. Lehet, hogy egy önkormányzatnak nem nyílnának meg ezek a nemzetközi kutatói központok vagy egyetemi központok, de közben mondjuk egy-egy egyetemi partnerségben ezek elérhetők. Tehát közvetetten és közvetlenül is vannak további együttműködési céljaink. Végül is minden ugyanarról a szóról szól, tudásról, és hogy ennek a tudásnak a megszerzésével hogyan tudjuk a várost fejleszteni és erősíteni. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeivel mikor találkozhatnak a fehérváriak úgy, hogy már konkrétan be lett ültetve a város működés? Részben már egy-egy ilyen részeredmény van is, hiszen például a robotika vonatkozásában, látva akár már az előzetes kutatások eredményeit is, vezettünk be bizonyos támogatási formákat, mondjuk az Alba Innovár tekintetében, és itt most nem csak a fiatalokat érintő digitális élményközpontra gondolok, hanem már a felnőtt képzésben megjelenő képzési struktúrában is, amit ugye az Arkonikkal tudtunk közösen elindítani, és ez lesz az első olyan konkrét kutatási eredmény, ami hamarosan el is fog készülni, mert felmérjük a fehérvári gazdaságban a robotizálási szintet, ennek a fejlődésnek az ütemét, és azt, hogy mit várnak az itteni munkáltatók, nyilván az ő nemzetközi kapcsolatrendszerükön keresztül a következő években ebben a vonatkozásban. Ez azért fontos, mert ez lesz az az alapinformációs tömeg, amivel egyébként mondjuk az egyetemek dolgozni tudnak, aznak a kérdésnek az átgondolásában, hogy milyen társadalmi hatásai lesznek ennek. Mit kell tennünk ma annak érdekében, hogy a ma munkavállalója az egyébként 10-15 év múlva is tudjon dolgozni a fehérvári gazdaságban. Mit kell neki tenni, mit az ő munkáltatójának, és mit a város közösségének, vagy akár éppen az államnak, vagy egyetemnek. A polgármester hozzátette, az együttműködéstől azt reméli a következő években, hogy a város jövőjét érintő kérdésekben az illetékesek több tudás és információ birtokában dönthetnek majd.
Kedves nézőnk, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!